Üdvözlök mindenkit! Röviden magamról annyit szólnék, Hersfond Tamás vagyok, geoinformatika szakirányon diplomáztam. Jelenleg a Dobó István Vármúzeumban dolgozok Egerben a régészeten, és hál' Istennek azóta napi 8 órában csak térinformatikával kell foglalkoznom. Előadásom azt tárgyalná, hogy Drupalon belül milyen lehetőségek vannak arra, hogy megjelenítsünk interaktív online térképeket. Röviden térinformatikáról csak nagyon röviden szeretnék szólni, elsősorban az adattípusokról. Itt kétféle adatmodell létezik, a vektoros és a rasteres. Vektoros adatokról annyit kell tudni, hogy itt gyakorlatilag geometriai objektumok vannak tárolva, tehát pont, polyline, polygon és ezeknek az összetett változatai. Az adatmodellnek az a lényege, hogy gyakorlatilag csomópontokat, szakaszokat tárol, és az objektumokhoz különböző attribútumokat relációs adatbázis táblákban. Itt egy ábra lenne róla, így gyakorlatilag kutatóárkok vannak feltüntetve régészeti objektumokkal. Nagy előnye még a vektoros adatoknak, hogy nagyon kicsi a helyigényük és a méretük. Rasteres adatok, ezek gyakorlatilag folytonos állományok lennének. Itt nem oldható meg az, hogy egy adatbázist rendelünk hozzá, legalábbis nem ilyen formában. Itt gyakorlatilag egy raster rács van ráhúzva, ezt nevezhetjük pixeleknek, celláknak, raster hálónak, gridnek. Itt minden pixelnek egyetlen egy értéke van. Tehát ezeknek a főbb típusai például a műhold felvételek, különböző domborzatmodellek, légifotók, ortofotók, egy-két minta lenne róla, ez egy Aster GDEM terepmodell, egy Lancet műhold felvétel. És különböző webszolgáltatások, ugyebár egyre nagyobb igény jelentkezett a 2000-es évek elején arra, hogy valahogy webben is meg tudjuk jeleníteni ezeket az adatokat. Erre jöttek létre az UGC által létrehozott szabványok. A legelső a WMS, a WebMap Service. Lényegében ez a különböző rétegeket egy képpé generálja. Ennek a hátránya, hogy dolgozni nem tudunk igazából vele, információ tartalma van vizuálisan, de a mögötte rejlő tartalmat, a geometriai típusokat, attribútumokat azt nem tudja elérni a felhasználó. A Web Feature Service-nak az előnye, hogy ott viszont a metaadatokat, tehát a geometriai, magát az elemeknek a geometriáját is elérhetjük, a hozzátartozó mezők értékeit. Ez önmagában még nem szerkeszthető, erre találták ki a WFS-T szolgáltatást, amivel már a kliens, hogyha csatlakozik a szerverhez, akkor már tudja szerkeszteni is ezeket az állományokat. A Web Coverage Service hasonló lenne a WMS-hez, annyi különbséggel, hogy itt elsősorban csak rasteres adatokra és georeferált térképeknek a megjelenítését szolgálja. A TMS, Time Map Service pedig szintén képként jeleníti meg az adatokat, viszont itt különböző rétegek vannak, különböző nagyítási szintekhez, és gyakorlatilag csempékre van osztva, jól tudom, 255x255 pixeles csempékre a különböző nagyítási szintekhez. Hát hogyan tudunk téradatokat bevinni Drupalban? Van, több módszer van rá, egyik ilyen a location. Ez egy új mezőtípus definiál, itt gyakorlatilag csak földrajzi helyeknek a címeit, vagy a koordinátáját tudjuk megadni, csak pont koordinátákat. Önmagában ez nem jelenít meg semmit térképen, csak szövegként. Annyit csinál, hogy egy Sion Google Maps linket odarak, amire kattintva egy külön ablakon megnyitja a Google Maps-en belül. Sokkal jobb megoldásnak tartom a geofieldet. Itt már bevitelként választhatunk GeoJSON formátumot, Welcome textet, ugyanúgy koordináták alapján való bevitelt. Ami miatt nagyon jó, hogy például GeoJSON-t vagy Welcome textet tud használni. Itt már megoldható ezeknél a formátumoknál, hogy ne csak pont objektumokat, hanem ugyanúgy vonalas vagy területtel rendelkező objektumokat is be tudjunk vinni a tartalomba. Önmagában megjeleníteni többféle formátumban is meg tudja, de mindezt alapjáraton csak szövegként jeleníti meg a weboldalon. A harmadik megoldásként a geolocation field használható. Itt csak koordinátákat lehet bevinni adatként,
szintén alaphelyzetben csak szövegként tudja megjeleníteni ezeket. A geocoder egy hasznos modul, amely vagy valamilyen címmező, ez lehet address field, vagy location, vagy általunk definiált mező, geokódolja a fájlokat, tehát egy olyan formátumba alakítja át, ami már megjeleníthető térben is, és képes KML, VKT vagy GPX fájloknak, esetleg ilyen geotaggelt képeknek a térbeli megjelenítésére is, ami sokszor nagyon meg tudja könnyíteni a munkát, meg az adatbevitelt. Gyakorlatilag ez a geofield vagy a geolocation mezőt egészíti ki egy új felületi elemmel, ezzel a geocode from another field-del. Hogyan tudjuk megjeleníteni végül is a térképeket, mert ezek a megoldások egyenlőre nem jelenítették meg az adatokat térben, csak egy szöveges információt adtak róla. A geofieldnek van egy submodulja, a geofield map. Ez egy új megjelenítési típust hoz létre, csak Google Maps-en képes megjeleníteni az adatokat, egyszerűbb térképkellékek elérhetőek benne, egy lépték, Street View nézet. Rétegeket nem képes kezelni, ami eléggé problémás annak, aki tényleg a térinformatikában dolgozik, meg tényleg összetett térképeket szeretne létrehozni a weben is. Hát a geofield mappel így néz neki, egy Google Maps alapú nézetben, vagy Street View nézetben megjelenített tartalom. Geofield Map az beépül a UVS-ba, tehát megoldható már vele az, hogy kategorizálva a tartalmakat egyszerre egy áttekintő térképen megjelenítsük. Probléma, hogy felugró ablakként csak egy mezőt enged megjeleníteni, ott is csak szöveges adatot, tehát ha képet, hasonlót már nem. Tehát ez így néz neki. A geolocation Google Maps az a geolocation fieldnek egy almodulja. Két új megjelenítési módot biztosít a mezőhöz. Gyakorlatilag semmit nem lehet beállítani a térképi megjelenítésnél. Magában a tartalomban így néz neki, kattintásra se egy felugró ablak, semmi nem jelenik meg. Geolocationhöz írtak egy modult, a geolocation UVS-t. Ez már képes arra, hogy a UVS-ba beépül be egy új megjelenítési típust hozzon létre. Mezőt és teljes bejegyzést is képes megjeleníteni. Beleépítették a Marker Clusterer JavaScript függvénykönyvtárt, amely képes klaszterezni a tartalmakat, tehát nagyítástól függően összevonja az egymáshoz közel első elemeket, és így sokkal gyorsabb a megjelenítés, és sokkal átláthatóbb. Szintén nem kezel rétegeket, néz neki klaszterezve, valamint így felugró ablakként. GMAP gyakorlatilag a location mezőt egészítené ki, azzal, hogy térképi megjelenítést is biztosít hozzá. Cím vagy koordináták alapján oldható meg, van egy Location Find Address nevű submodulja, amelyik megoldja azt, hogy térképre kattintva is behelyettesíti a koordinátákat. Én azt tapasztaltam, hogy több gondot csinál, mint hasznot, tehát rendszeresen nem működött nekem. Létre lehet hozni úgynevezett GMAP makrókat is a különböző tartalomtípusokhoz. Itt az lenne a lényeg, hogy gyakorlatilag egy sablont összeállítunk a jövőben megjelenítendő térképekhez, és azokat be tudjuk majd később akár a tartalomnál, akár a UVS-nál állítani egy kattintással, hogy melyik makrót használja, nem kell újra végigállítgatnunk vagy kattingatnunk. Többfajta klaszterezési lehetőséget is biztosít, ötfélét pontosabban. Alapban nincs beépítve, annyit kell összvisz csinálni, hogy a megfelelő helyről ezekhez a JavaScript fájlokat letölteni. Térkép mellékletek hasonlóak, mint az előző két bemutatott modulnál. Korlátilag így néz neki a Find Address on Map felület. Azt tapasztaltam, hogy egyszerűen sokkal értelmesebb lenézni Google Maps-ről és kézzel beírni a koordinátákat, mert hiába kattingat az ember, nem jelenít meg semmit. Szintén GMAP-el megjelenítve egy objektum, szintén képes Street View nézetet betölteni a térképen belül.
Views-ba beépül, ez is képes teljes tartalmat megjeleníteni. Térbeli információ forrásainak ugyanúgy nem csak a location-t, hanem geolocation vagy geofield mezőket is képes felhasználni, és szintén nem kezel rétegeket. Leaflettel úgy próbálkoztam, hogy van egy természetjáró egyesületem, és a jövőben egy teljesen új weboldalt szeretnék neki létrehozni, mert nem igazán voltam megelégedve még azzal a Joomla oldallal, amit olyan 3 éve csináltam hozzá. Leaflet modul egy új megjelenítést biztosít a geofieldben, gyakorlatilag semmit nem lehet beállítani rajta, rétegeket szintén nem kezel. Leaflet beépül a Views modulba is, ott megint felugró ablakként kattintásra ÖSZFISZ egymezőt enged megnyitni, ott is kizárólag szöveges értéket. Alaphelyzetben csak egyetlen egy alapréteg érhető el, ez az OSM Mapnik térkép. Ez a Leaflet More Maps-el bővíthető, azt hiszem 24 vagy 25 alaptérképre, tehát Google, Bing, Yahoo, Esri térképekre, Yandex. Van hozzá egy modul, a Leaflet Widget for Geofield, ez gyakorlatilag egy online digitalizáló felületet biztosít, ez így néz neki. Ez meg tudja könnyíteni a munkát, főleg azt, hogyha nem nekem kell bevinni az adatokat, nem pedig valamilyen készállománnyal vagy állománnyal dolgozok. Annyit kell erről tudni, hogy a Geofieldnek csak a fejlesztői változatával működik, és nálam rendszeresen probléma volt vele, hogy összeakadt a CK editorral, amit nem nagyon értek. Csak úgy működött a kettő együtt, hogyha először a widget telepítettem fel, és csak utána a CK editort fordítva, ezen a felületen csak egy szürke halmaz jelent meg. Van még egy hasznos modulja, a Leaflet Marker Cluster, ami szintén a klaszterezést oldja meg. Tehát néhány leafletben megjelenített tartalom így néz neki, ez pont Esri térképen, az OpenStreetMap-en. Nem kezel rétegeket, mint hogy a többi bemutatott modul sem. Igazából annyival lehet ezt valamennyire kiküszöbölni, hogy Views-ban a Hess Taxonomy Terms szűrővel meg lehet oldani azt, hogy felcímkézve a különböző tartalmakat megoldható, hogy ez alapján egy ilyen kis választó ablakkal megoldható, hogy más-más tartalmat megjelenítsen külön-külön vagy egybe. És végezetül az Open Layers modul. Ez már kezel rétegeket. Magukat a webtérképeket is úgy állítja össze, hogy a már létrehozott rétegeket használja fel ehhez. Ami nagyon fontos, hogy különböző vetületi rendszereket is tud kezelni. Az előzőek csak ezt a VGS84 webmerkátor felületet, ami elterjedt a webes térképeknél. Ez már tud akármit, importálható a kis bele vetületi rendszerek. Számtalan alaptérképet tud már önmagában is kezelni, tehát Mapbox, OSM, Google Maps, Bing. Nagyon jó testre szabható a megjelenítés, külön menüpontja van arra, hogy melyik réteghez milyen markert, hogy jelenítsen meg, milyen színnel létrehozhatunk, megadhatunk teljesen új ikonokat, új stílusokat. Beépül a Geofieldbe új felületi elemként, ezzel szintén egy ilyen online digitalizáló felületet hoz létre. Geofieldben szintén egy új megjelenítési módot biztosít, Views-ba is beépül Open Layers Map megjelenítéssel, és rengeteg nagyon hasznos bővítmény van hozzá. Tehát így néz neki ez az Open Layers widget a Geofield mezőben. Ami még fontos, hogy alaptérképek meg rétegek nem csak más mezők alapján hozhatók létre, hanem beimportálhatók fájlok, vagy más webes szolgáltatások alapján. Tehát a legfontosabbak, hogy KML, GPX, GeoJSON, TimeMapService, WebMapService szolgáltatásokkal új alaptérképeket és rétegeket tudunk létrehozni.
Alapból is rengeteg megjelentési beállítást biztosít. Az Open Layers Plus-szel ezt még ki lehet egészíteni. Itt csak a leghasznosabbakat szedtem össze, tehát a Layer Switcher egy rétegválasztó, a Block Switcher gyakorlatilag ezt egy külön blokkba kihelyezi, ami sokkal átláthatóbb, mint hogyha a térkép valamelyik sarkába kéne kiben nyitogatni. Ugyanúgy lépték, ez már tud egy normális jelmagyarázatot a rétegekhez mellékelni, klaszterezni az objektumokat. Következő képek azok már kész honlapból készültek, a vizes élőhelyek vízpótlásának javítása Bodrogzug területén című Keopos pályázatban dolgoztam Open Layers-szel, onnan lennének a képek, tehát magában a tartalomban így jelenne meg. Itt már egy rendszerezett tartalom lenne, felülátható a Layer Switcher beállítás. Látható, hogy tényleg egy normális, használható jelmagyarázatot tud kezelni. A bal oldalán a képnek a Block Switcherrel megjelenítve a rétegválasztó. És hogy melyik lenne a legjobb megoldás, egyértelműen az Open Layers. Tehát torony magasan minden más modult ver, nem csak teljesítményben, hanem minden téren, testre szabhatóságban, megjelentési módokban, és ami hatalmas előnye, hogy tényleg külön kezeli a rétegeket. Köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem volna.